Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy szív, nyitás, szerelmi jóslás. Ennél a jóslásnál megtekintjük azt, hogy miért nem nyitott érzelmekről beszélni. Az is lehet, hogy te nem nyitott vagy az ő érzelmeit elfogadni. Hogyan alakulnak majd a dolgok, mit tudsz annak érdekében tenni, hogy javuljanak az események. Ez egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérd ezt a jóslást vagy egy másikat. A díjam minden jóslásnál 4000 forint, indiai asztrológiával együtt 10000 forint. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt láthatóak a te képeid. Középen az, hogy mi köt össze benneteket, és veled szemben vannak az ő kártyái. Most megnézzük azt, hogy mi van nálad. Itt megjelenik az ördög. Nem kell félni ettől a kártyától. Holott jelentheti azt, hogy vannak hamis személyek a környezetedben. Mivel itt az érmék megjelennek, az lehet, hogy valaki irigy rád az anyagiak miatt, vagy jelentheti a munkahelyi viszonyokat is, hogy a munkahelyen vannak ezek a hamis emberek. Amit ez az ördög még jelenthet, negatív gondolatokat, mint például, ó, ebből úgysem lesz semmi, vagy negatív érzelmeket, félelmeket, bizonytalanságokat. Nagyon fáradt vagy, és kimerült. Valahogy úgy érzed, hogy lesz egy új kezdet, de jelenleg még nincs erőd ahhoz, hogy felállj, és bízz abban, hogy tovább mennek a dolgok. Holott itt látható, hogy kinyílik számodra egy új ajtó. És ezek a lehetőségek. Mivel itt az arany érem van, ez jelenthet pénzbevételt, vagy lehet egy ajánlat, egy munkahelyi változás is. Ami a párkapcsolatot illeti, ez a biztonság érzete. Lehet, hogy most úgy érzed, hogy elveszíted a talajt a lábad alól, hiszen nincs meg a biztonság érzete, ezért vagy olyan kimerült, de itt lesz változás, hiszen itt kivirágzik. Minden kinyílik egy új kapu, és ez kihathat a párkapcsolatra is. Itt ez a kép nagyon érdekes, hiszen az egyik lány úgy lefele tekint, sír, szomorú, nem érzi azt, hogy itt most javul a helyzet. A másik az észreveszi itt a háttérben ezt a gyönyörű képet, és bízik abban, hogy itt minden rendben jön. Tehát ügyelj a hozzáállásodra is. Lehet, hogy ezt mutatja itt az ördög. Ne a negatív gondolatokat, érzelmeket élt, hanem fordíts ezen. Pozitív gondolatok, a hit, a bizalom, a szeretet. Ami összeköt benneteket, az itt ez a férfi. Ez a férfi mutatja a tűz elemét, a bátorságát, a lelkesedését, a szenvedélyeket, és mozgásba jön, tehát közeledni fog hozzád. Érdemes most várni rá, de azért légy türelmes, hiszen olyan kis lépésekkel közeledik, de látható, hogy lesz kapcsolat. És most megnézzük az ő képeit. Itt alul kezdeném. Itt látható az, hogy nem tud aludni. És ez az álmatlanság azért van, mert sokat töpreng a helyzeten. Itt fogva érzi magát. Lehet, hogy szomorú a munkahelyen, vagy van még egy kapcsolat, amiből nem tud kilépni, de vannak szorongások, valami korlátozza őt. Ezen akar ő változtatni. Itt ez a két érem azt jelenti, hogy mérlegeli a dolgokat, tegyem vagy ne tegyem, elgondolkozik azon, hogy mi vagy ki értékes számára.
Persze, az érmék jelenthetik az anyagi helyzetet, vagy a munkahelyet is. De sikerülni fog minden, hiszen itt már megjelenik, mint egy király, elfoglalja a helyét az életben. Lesznek sikerei. Majd úgy figyelgeti a dolgokat, és ami a kapcsolatokat illeti, és ez kihat rád, elgondolkozik azon, hogy ki értékes számára, így fogja hozni a döntéseket. És ha te értékes vagy számára, akkor itt látható, hogy közeledik hozzád, van mozgás, előre mennek az események, de ő irányítja a dolgokat. Tehát most légy inkább visszahúzódó, várj, amíg ő közeledik hozzád. És ez volt a szívnyitás. Orákel, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám.